Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus így tanított. Vigyázzatok és virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapu őrnek pedig megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura, lehet, hogy este, vagy éjfélkor, kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul érkezik meg. Amit nektek mondom, mindenkinek mondom. Virrasszatok. Ezek az evangélium igéi. Mindenkinek mondom, virrasszatok, ne aludjatok. Ez az evangélium egyik alapvető üzenete, és egyébként az adventi időszaknak is egy alapvető üzenete, de ahogyan olvastam is, meg borzongtam, hogy milyen másképpen hangzik most ez az egyetlen szó, hogy virrasszatok. Milyen másképp szól most az számunkra, hogy lehet, hogy itt az idő, hogy elérkezik az idő, milyen másképpen érint ez bennünket most, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Azért, mert ahogyan természetesen olvassuk és hallgatjuk a híreket és a kutatások szerint mindenféle korosztályban emelkedett a hírfogyasztás aránya, hát szinte nincs olyan nap, hogy ne ütne szíven bennünket az, hogy egyszer csak halljuk, hogy valakinek eljött az idő. Ezért bevezetőül hadd hangsúlyozzam azt, hogy nem lehet olyan beszédet tartani, ami mindenkihez szól, mint hogy az ideje se mindenkinek ugyanakkor van. Az evangélium a meggyőződésem szerint mindenkinek és mindenkihez szól, de nincs olyan beszéd, ami mindenkinek és mindenkihez tudna szólni, akármilyen helyzetben, állapotban vagy körülmények között lenne. Gondoljuk csak el ezt, hogy ez az egyetlen szó, virrasszatok, mit szól mondjuk az intenzív osztályon, hogy hogyan hallja ezt a szót az intenzív osztályon egy beteg ember, de hogyan hallja a nővér vagy az orvos, de hogyan hallja azt most egy családtag, aki azt se tudja esetleg, hogy mi van az ő szerettével, hogy virrasszatok. De hogyan szól a hajléktalannak ez a szó, hogy virrasszatok. Ezért nem szeretném magamat se, benneteket se ámítani, hogy lehetséges volna egy olyan beszédet mondani, ami mindenkinek, mindenkihez tudna szólni, de szeretnék mégiscsak szólni, mégpedig a virrasszatok alapján. Elkezdtem azon töprengeni, hogy milyen sok kijelentés van a mostani időszakunkban, amit újból és újból hallunk és mondunk naponta nem egyszer sokszor, és hogy lehet bennünk egy olyan élmény, ami bennem volt, amikor katona voltam másfél évig, és néha őrségben kellett lenni, vagy éppen cserkésztáborban, éjszakai őrségben voltam. És ez pedig valami olyasmi volt, hogy persze ott igyekeztem elfoglalni magam, és volt, hogy a baglyokat hallgattam, meg az éjszakai neszeket, meg elgondoltam, mi lenne, ha tényleg valamit kellene csinálni, de azért szinte minden őrségnek lett egy olyan pillanata, mikor magunk között szólva arra gondoltam, hogy legyen már ennek vége. Hogy tulajdonképpen ennyit tudok most erről mondani, legyen már reggel. Legyen már ennek vége. És hogyan ott van bennünk ez a vágy, hogy most legyen már ennek vége. Aközben meg kopogtat a realitás, vagy integet, vagy dörömből, vagy néha szinte hanyatt esünk tőle, hogy
De nem biztos, hogy ez így van, vagy így lesz, hogy mert mi ezt mondtuk, legyen már vége, és hogy annak valahogy megvan az ideje, hogy mikor van vége, és az nincs teljesen a mi kezünkben. Hogy amikor azt mondja Jézus, virrasszatok, ne aludjatok, ne álmodjatok most, hanem virrasszatok, legyetek ébren, legyetek a valóságban. Hogy ezekről a hetekről, hónapokról, vagy most a több mint fél évről, amit átérünk, szívesen gondolkodunk úgy, hogy ez nem egy normális állapot, hogy szinte ez nem is egy valóság. Olyan gyakran hallottam emberektől, amikor valami nagyon mély, hát válságba kerültek, vagy valami nagyon megrendítette őket, hogy valahogy ilyesmit szoktunk akkor mondani, hogy ugye ez nem igaz. Hogy ugye ezt az egészet csak álmodom. De ugye bök meg, vagy rázd meg, és mondd, hogy ezt az egészet csak álmodom. Hogy milyen nagy belső erőfeszítésünkbe kerülhet az, hogy eljussunk onnan, hogy ugye ez egész tulajdonképpen talán nem is a valóság, csak egy ilyen átmeneti idő, ennek vége lesz, és hogy eljussunk oda, hogy már ne azt mondjuk, hogy ugye ezt az egészet csak álmodom, hanem azt, hogy talán most valami olyasmi kerülhet hozzánk közel, ami a valóságnak része. És hogy talán eddig megtehettük azt, hogy bizonyos területeken, bizonyos időkben aludjunk, és álmodjunk, és most szól az óra, és azt mondja, ébredjetek föl. És ennek nyomán szeretnék most beszélni, hogy ha éppen nekünk most itt az idő erre, hogy akkor a valóságnak milyen megnyilatkozásai azok, amelyekkel találkozhatunk. És az első gondolatom így szól, hogy nincs olyan nap, hogy hát ki tudja hányszor ezt hallom, ahogy vezetem az autót, hogy a mai napon meghalt 90, 110, 150, elsősorban idős, krónikus beteg. És hogyha valakinek most nincs itt az ideje erre, akkor természetesen mondhatjuk azt, mint ahogy velem is nap-nap után nagyon gyakran volt az, hogy azt mondom, igen, idős, krónikus beteg, hát én egyik se vagyok. Nem, hát én nem vagyok, se idős nem vagyok, nem, középkorú vagyok. Nem, nem vagyok krónikus beteg, nem, tehát akkor... Úgyhogy elgondolkoztam azon, hogy mi történne akkor, ha megengedném, hogy ez a realitás bekopogjon hozzám, és ne mondjam azt, hogy rám ez nem vonatkozik. Hogy akkor két dologra jutottam, az egyik az az, hogy aki már megfogant és megszületett, éppen elég idős ahhoz, hogy esetleg távoznia kelljen. Mikor ezt halljuk, idős, beteg, mindig arra gondolunk, ja, hát most biztos 70 vagy 80 éves. De hát az emberi élet olyan, hogy már mindannyian benne vagyunk az időben. És a másik, hogy távolítom el magamtól, talán azért, hogy ne keltsen túl nagy szorongást ez számomra, hogy hát krónikus beteg, hát én nem vagyok krónikus beteg. De éppenséggel mi mindannyian kisebb-nagyobb mértékben azért egy fokozódó stressz helyzetben vagyunk, most már hónapok óta, ez persze hullámozhat, de kétség kívül egyre inkább szükséges megbirkóznunk ezzel a krónikus és állandósuló stresszel, és kétség kívül, hogy emelkedik a szorongás szintünk, és kétség kívül, hogy gyöngül emiatt az immunrendszerünk, és kétség kívül, hogy egyre fenyegetettebbek vagyunk abban, hogy kimerüljünk és kifáradjunk, hogy ne csak elfáradjunk és kimerüljünk, hanem hogy az erőinkhez is alig találjunk oda, hogy ez kétség kívül így van. Úgyhogy akkor lehet, hogy van ideje annak, hogy közelengedjem magamhoz azt, mikor ezt hangzik el, hogy idős, krónikus beteg, hogy Feri, ne aludj vissza. És ide kapcsolódna a következő gondolatom, hogy
Ugye újabb és újabb cikkeket olvashatunk arról, hogy már mondják, hogy tavasszal már visszatudunk térni a régi élethez, a régi kerékvágásba, a régi, a jó, megszokott jóba visszatudunk térni. Tudjátok, mi jutott eszembe? Egy kép, amikor kicsi fiú vagyok, és anyukám ébreszt még, és akkor, hogy fölébredek, megkérdezem, hogy föl kell már kelni? Mert az, hogy fölébresztett, nem biztos, hogy azt jelenti, hogy föl kell kelni. Jó, fölébresztett, rendben van. És akkor anyukám elkezdte azt csinálni, hogy mindig 5-10 perccel előbb ébresztett, hogy azt mondhassa, hogy még egy kicsit, na. Szundi-bondi. És hogy tényleg megmosolyogtatom magam számára is, hogy felnőtt voltam, sőt pap. Volt egy időszak, annyira nehezemre esett, mert viszonylag keveset aludtam, mindig korán keltem, annyira nehezemre esett fölkelni, hogy kitaláltam, hogy fölhúzom előbbre az órát. Ami őrültségnek tűnik, de azt a lehetőséget biztosította számomra, hogy ránéztem az órára, azt mondtam, még visszaalhatok egy kicsit. És akkor visszaaludtam, és hát ez így mégse rossz. Ezért a következő gondolatom az, ahogyan bele tudunk kapaszkodni abba, hogy na majd tavasz, hogy van ennek egy, hát óvatosan mondom, egy kísértés jellege, hogy azt jelentse számunkra, hogy akkor majd visszaalszunk. Tehát nem egy kényelmes időszak, de akkor aztán fogjuk magunk, azt jó, visszaalszunk. A következő gondolat, amikor meghalljuk ezt a kifejezést, hogy 100-an vagy 150-en költöztek el, mert itt lett az idő, és azt halljuk, hogy 6-7-8%-nak nem is volt alapbetegsége. És megint, ha nem akarunk nagyon szorongani, akkor mondhatjuk azt, hogy jaj, de jó, hát csak 6-7%. De ha közel engedem magamhoz ezt, hogy hát nem volt alapbetegsége, és mégis itt volt neki az ideje. Hogy nem, de úgy van azért az emberi életben, hogy 1000, 10000, 100000, millió számra lesz úgy valakinek itt az ideje, hogy nincsen alapbetegsége. Tehát nem úgy van, hogy először kapunk egy alapbetegséget, akkor készülünk egy 10 évet, és akkor utána itt az idő. Hogy mindegyikünkre érvényes lehet ez, hogy igen, nincs alapbetegségünk, de közben lehet, hogy itt az idő, és hogy nekem érdemes már most nem visszaaludnom. Olyan felejthetetlen, nekem egyszer elhívtak egy haldoklóhoz, nem is volt egy idős hölgy, és feküdt a pici szobájába, és beszélgettünk, és ki voltak téve a szobába mindenféle szép képek, beleértve a házáról, meg a kertről, az udvarról, a fáiról, meg a gyerekekről és az unokákról. És azt mondja nekem ez az idős hölgy, teljesen magánál volt, azt mondja, hogy tudod, Ferikém, költözök. Tehát én úgy szerettem itt élni. Hát nézd csak ezeket a képeket. Hát ez olyan jó volt itt nekem. És tudjátok, mi történt? Az, hogy én perceken keresztül, hogy egyik döbbenetből estem a másikba, és arra gondoltam, hogy lehetnek ilyenek a gyerekei, hogy mikor ennyire súlyosan beteg, most elköltöztetik. Hát most miért kell nekik most költözni? Így volt, és a perceken keresztül, hogy dühöngtem magamba, hogy miért kell szegény néninek most ilyen csúnya betegen költöznie, hogy rájöttem, hogy ő arról beszél, hogy nekem itt az idő. Csak ezt így mondta, hogy én nagyon szerettem itt lenni, hát nézd, Ferikém, ezeket a képeket. És hogy van, hogy valamelyikünknek itt az ideje arra, hogy fölébredjen. Hogy éppen nekem itt az idő arra, hogy fölébredjek, vagy ráébredjek arra, hogy lehet, hogy én pont az a valaki vagyok, aki akkor fogok tudni jobban állni a lábamon, jobban szeretni, vagy emberebbnek lenni, hogyha
szembe tudok nézni azzal, hogy nem szükséges, hogy legyen krónikus betegségem, és lehet, hogy nekem itt lesz valamikor az idő. Azt mondta nekem egy idős bácsi, most egy néhány héttel ezelőtt. Azt mondja, én nagyon vigyázok magamra, nagyon, én mindent megteszek, amit most meg kell tenni. De én elrendeztem mindent. Azt mondja, én elrendeztem mindent, mert én nem tudom, mikor lesz itt az idő, de ameddig még nincs itt az idő, hogy elmenjek innen, addig én azért ezt az életet szeretném élvezni. És nekem ehhez arra van szükségem, hogy elrendezzek mindent. És akkor fogok tudni elrendezni mindent, hogyha azt mondom, hogy ha már valaki megfogant és megszületett, annak már itt van az ideje. Hát tulajdonképpen bármikor. A következő gondolat, nem egyszer halljuk ezt most már az utóbbi hetekben, szinte hónapokban, mindenki lehet fertőző. Hát ez eddig is így volt. Hát ez eddig is pontosan, hogyha így volt. De nem a vírussal összefüggésben csak. Hát a szakirodalom újból és újból mondta, hogy most lehet, hogy most ébredünk rá, hogy egymással ilyen fertőző viszonyba tudunk kerülni. Mondjuk a sok gyerekes édesanyák, édesapák eddig is jól tudták ezt. De hát tudjuk azt, hogy a boldogság is fertőző, hogy a jó is fertőző, a szó szoros értelmében ránk tapad, és hogy mondjuk a rossz indulat is tud nagyon fertőző lenni. És most egy élményemet hadd meséljem el nektek, mai nap benzinkút. Megyek a benzinkút, állok a sorba, és az történt, hogy teljesen egyszerre érkeztünk volna oda a pénztáros hölgyhöz, mondjuk így, hogy én jobbról érkeztem, a másik meg szemből. Egy idősebb úr volt, maszk rajtunk, csak a szemünk, és az idősebb úr rám nézett, kihúzta magát, és a következőt mondja, jobb kész szabály. Jól látjátok, nem is kapok levegőt, annyira jól esett ez. És azt találtam neki mondani, hogy főútvonal. És akkor ő elment, fizetett, utána jöttem, és így biccentettünk egymásnak, hogy mi félszavakból is megértjük egymást. És látjátok, hát ez egy olyan történet, ez egy kihagyhatatlan. És hogy amióta ez történt, ez mondjuk 12 óra 20 perc, hát azóta jó kedvem van. Hogy szoktuk ezt mondani, hogy nem úgy van, megfertőződök, azt rögtön jól leszek. De úgy is úgy van, hogyha valami jó történik, nem leszek rögtön rosszul. Hogy ez a jó is úgy, ha már megfertőzök, kicsit ott tud nálunk maradni. Következő gondolat, hogy maszkban vagyunk, hát azért, hát magunktól azért nem hordanánk. Hát hordjuk, mert hordjuk. Mert miért hordjuk? Mert utáljuk. Hát kinek esik jól? De hordjuk azért, mert az van bennünk, hogy de hát mert hát a többiek miatt. Hát a többiek miatt hordjuk. És akkor eszembe jutott az, hogy milyen érdekes, ahogy a szabályaink most kialakultak. Természetesen utcán is hordjuk, templomba hordjuk, zárt terekben hordjuk, mindenhol hordjuk, otthon levesszük. A maszk az mit fejez ki az életünkben most? Hogy vigyázunk egymásra, és nem szeretnénk azt, hogy innen valami, ami árt a másiknak, az elmenjen oda hozzád. Nem akarom, hogy ami itt ártalmas, az valahogy oda kerüljön hozzád. És annyit töprengtem ezen, hogy most ide rakjuk ezt, hogy ami árt, az ne kerüljön innen oda, otthon levesszük. Otthon szabad a vásár. Mert otthon... Egy ilyen kifejezést is hallottam, fertőző közösségben élnek.
És nézzétek el ezt a kifejezést, az jutott eszembe, hogy ha már otthon levesszük a maszkot, akkor lehet, hogy érdemes volna föltennünk magunkra virtuális maszkot. És erről egy történetet hadd mondjak. Mi ez, hogy föltenni otthon egy virtuális maszkot, hogy valami, ami bántó lehet, vagy fájdalmas, vagy valami nem jó, hogy az ne menjen át nektek. Talán ti láttátok a Crash című filmet. Ütközéseknek fordították joggal, és a filmben van egy jelenet, hogy a kicsi fiú éjszaka sír, és bemegy hozzá az apukája, és a kicsi fiú mondja, hogy nagyon félek, apa. És az apa azt mondja, tudom, kicsim, hogy nagyon félsz, mert nemrég költöztünk el egy olyan helyből, olyan helyről és környékről, hogy mindennaposak voltak a bűncselekmények, a gyilkosságok, a fegyveres erőszak, és hogy te is átéltél ilyesmit, nem csodálom, hogy félsz. De azért jöttünk ide, hogy itt biztonságban lehessünk. De a kicsi fiú csak sír és sír, és ezért az apa a következőt mondja, nézd csak, van nekem egy golyóálló köpenyem. Rád teszem. És a kicsi fiúnak elapad a könnye, golyóálló köpeny. És megy a film tovább, hogy 45 perccel később van egy döbbenetes jelenet, hogy az apát le akarják lőni, és nem messze ott van a kicsi fia. És ráfogják az apára a fegyvert, és a kicsi fiú tudja, hogy neki van golyóálló köpenye. És eldördül a fegyver, és a kicsi fiú ugrik az apja elé, mert hiszen neki van golyóálló köpenye. És a következő vágás után kiderül, hogy semmi baja a kisfiúnak, semmi baja az apának, és átölelik egymást, vaktöltény volt. Van, akire most az élet vaktölténnyel lövöldöz, és megússzuk. De ha megússzuk, azért az a kisfiú odaugrott az apja elé, mert ő úgy tudta, hogy neki van golyóálló köpenye. És képzeljük el, hogy hazamegyünk, és fölveszünk egy virtuális maszkot. És úgy tudjuk, hogy ez most lehetővé teszi, hogy innen valami rossz oda át ne menjen. A következő gondolatom így szól, de már a vége felé vagyok. Azt mondjuk, hogy most már legyen vakcina, most már aztán legyen, és én ezt leegyszerűsítettem a következő módon. Most már valaki csináljon valamit, hogy jól legyek. És ott van ez a természetes vágyunk, hogy most már valaki csináljon valamit, hogy nekem jobb legyen, vagy jó legyen. És olyan szívesen megfordítanám ezt, és azt mondanám, hogy most már lehet, hogy nekem itt az idő, pont itt az idő, hogy csináljak valakinek valamit, hogy jobban legyen. Hogy lehet, hogy nekem most van itt az idő, és hogy én erre ébredhetnék rá. És végül akkor a záró gondolatom, talán január-februárig nagyon-nagyon bennünk volt az, hogy az élet olyan, hogy vannak álmaink. És az álmainkat akarjuk megvalósítani. És ez a legtermészetesebb, magától értetődőbb, normálisabb és egészségesebb és emberibb. És láttam egy pici videót arról, hogy egy asszony hogy nevet azon, hogy mik voltak január 1-én az álmai.
Azt mondta, törlés. De lehet, hogy a valóságnak most beköszönt és kopogtatott egy olyan része, ami a következőre ébreszthet bennünket föl. Lehet, hogy nem csak annak érdemes teret adni magunkban, hogy vannak álmaink, amiket meg akarunk valósítani, hanem hogy van egy tágabb valóság, amit most meg szeretnénk élni.